A mai vendégem 2002 óta van a színészi pályán, szinkronizál, filmekben szerepel, országos hírnevet egy reklám hozta meg számára, de mellette fantasztikus cipőrész felső készítő, mellette masszőr és ruhakészítő végzettsége is van. Balázs Andi a vendégem. Szervusz, Andi. Szervusz. Köszöntöm a nézőket én is. Mondom két mondatot. Jó. Jó, és mi jut eszedbe erről? Jó. Egyik mondat úgy szól, hogy Muki, szedd össze magad. Jó. Másik mondat meg az, hogy Anda, ne ríjál már. Hát ez kettő olyan embert, aki már sajnos nincs velem itt a földön. Az első, a Muki, az a Bajorimi, akivel az összetalálkozásunk utáni pillanatban egymást elkezdtük mukizni valamire. Ah, kis Muki vagy, és Muki. És mindig Muki, 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 és mi így maradtunk Mukik, és így is szólítottuk egymást az utolsó pillanatig, hogy mi van veled, Muki, Muki. Úgyhogy az egyik az Imi, aki minden nap itt van velem, érzem, és iszonyatosan hiányzik a humora, az mindene. És a másik pedig a Neriem, de az az édesanyám, aki szintén nincs már nekem, és az édesanyám volt az, aki mindig úgy próbált engem megvigasztalni, hogy inkább ez a leszidós volt. Tehát ez a nem kell már inni, ne ríjál már, Anda, már nem, mit sírdogálsz itt magadba, hát nem kell, kell. Tehát ők ketten, ők jutnak. Tehát ahányszor színpadra lépsz, mindig dobsz nekik puszit? Mindig egyfolytában. Igen, ezt folyamatosan. Tehát, hogy most például tegnap főpróbám volt, és akkor is, ma premierem van biztos, hogy akkor is, de egyébként is. Tehát, hogy én így tartom velük a kapcsolatot, hogy mondjuk színpadra lépés előtt a babonáimon túl, amik vannak, hogy még úristen, a gombom kétszer megfogom, meg úgy ellenőrzöm le a színpadon a dolgokat, azon felül velük is tartom a kapcsolatot, abszolút, és velük is beszélgetek. És Anda, voltál neki? Úgy... Anda, ez egy felépített folyamat volt, no. Reggel fél hetes kelésnél még Andika, majd fél hét után 5 perccel Andi, aztán Andrea, aztán András és Anda. És amikor nem akartam fölkelni, és akkor már 7-kor úgy nyitott be a szobába édesanyám, hogy akkor most kell elindulni, Andrea. Vagy András, és akkor van a fiú néven szólt, de igen, Anda, azt a tesóm is úgy hív például, hogy Anda. Igen? Igen. De tesóm, ha haragszik rám, akkor Andrisnak hív, mert hogy állítólag rosszabb voltam, mint 5 fiú. Negyedik gyerek vagy a családban? Negyedik, igen. Legkisebb? Igen, legfiatalabb. Azt szoktam mondani, mindig annyira hiányoztam oda, mint a púpa hátukra, mert tényleg, tehát negyedik gyerek tanyára születtem, és tényleg negyediknek én oda, tehát hogy az olyan, és hát az egész olyan nagy családi legendáriumunk egyik része az például, hogy én augusztus 28-án születtem, egy hónappal hamar, tehát 8 hónapra, 1 kg 75-tel és 42 centivel, tehát hogy amit el tudsz képzelni, ilyen kis, anyukám szerint úgy néztem ki, mint egy kopasz lila macska, de tényleg tudod, egy ilyen miniatűr kis izé, és velem csak a baj volt, tehát én beteges voltam, koraszülött lévén mindenféle dolgok megtaláltak, tehát hogy velem mindig baj volt kicsiként. És mindig ez a családi legendáriumunk, hogy negyediknek azért annyira hiányozhattam nekik, mint púpa hátukra oda. Igen, negyedik vagyok. Jó, de azért nagyon szeretve voltál. Nagyon, te, nagyon, persze. Én voltam kicsi, ráadásul mindig göthös voltam, vagy valami, akkor persze, hát én voltam a kis kincs. És aztán én így, ez is maradtam. Tehát az apukámnak még mindig a kincse vagyok, tehát hiába vagyok mindjárt 40 éves. Ugyanúgy az édesapám a mindenem. Igen? És neki meg én ő. Hát ez így működünk. Ez nagyon bújós, tehát neked fontos, hogy édesapádat megöleljen. Jaj, nagyon, és már annyira hiányzik, hogy most hívom, szoktam telefonálni, de már édesapa mindig mondja nekem, hogy az internet nem ölel meg, mert tényleg, amikor már nem elég az, hogy beszélünk, már nem elég, ha videótelefonálunk, már nem elég, akkor haza kell mennem, meg kell érintenem, meg kell fogdosnom, és olyankor nem akarom elengedni, és szakállát fogdosom, tehát hogy valamilyen, igen, kell. De ez ilyen nagyon pici korod óta van ez a kötődés, vagy... szép lassan egymás számára nélkülözhetetlenné váltatok ezt. Édesapa nekem a példaképem, és ahogy az eszemet elkezdtem tudni, és tudni kell, hogy az én családomban történt ugye egy nagy tragédia, hogy a tesóm meghalt, és az én apukám úgy tartotta össze ezt a családot utána, hogy abszolút példaképpen mi vált. Most én 4 éves voltam, amikor meghalt a tesóm, aki 7 éves volt, házunk előtt elütötte egy ember autóval, és ott a helyszínen szörnyet halt, és az én apukám úgy tartotta utána össze a családot, hogy olyan szeretetben és olyan gyámolítóan volt mindenki felé, és közben dolgozott 5 helyen, hogy mindenük meglegyen, tehát még ez is, hogy
hogy az apukám lett a példaképem. Tehát én gyakorlatilag 4-5 éves koromtól kezdtem én borzasztóan apás lenni. Tehát ő volt a bástya, akihez mindig lehetett menni. És a mai napig így működünk. Tehát, hogyha valami bajom van, akkor én lányként hozzáfordulok. Édesanyával is, anyukámmal meg a csajos dolgok megbeszélése igen. volt mindig. Meg az anyukám volt, aki inkább rendbe tartotta a gyerekeket a családba. Tehát nekünk kellett azért, hogy rend legyen otthon. És dolgozott értünk éjjel-nappal ő is. De ő volt a kicsit hirtelenebb. Apukám meg az ilyen hitt abba, hogy meg kell beszélni. Mindent meg kell beszélni, mert néma gyereknek... Ez mennyire fontos? Az anyja, azt mondom, hogy a néma gyereknek az anyja se érti a szavát, de tényleg, hogy el kell nekem mondani, hogyha valami, és emlékszem, egyszer 6-1-esen volt matekból, ami kiderült egy szülőértekezleten, és hazajött az apukám a szülőértekezletről, és hát itt egy másik szülő, nem tudom, hogy működik ez más családban, kaptam kellett volna két fülest, hogy egy hazudtam, hogy tök jól állok matekból, és ez nem igaz. A másik, hogy legalább egy hét szobafogság, vagy nem kapod meg a biciklit, vagy valami. Ehelyett az édesapám leültetett egy fotelba, és 4 órán keresztül beszélt hozzám arról, hogy nem nekem tanulsz, hanem az életnek, és igaziból, ha valamit el akarsz érni, akkor ezek a dolgok. És a végére már azt mondtam sírva, hogy apukám, inkább pofozd meg, csak hagyd abba, csak tessük már túl rajta. Igen, édesapa, igen. Egy 4 éves gyerek mit fog fel abból, ha testvére egy balesetben háza előtt, valami emléked van arról, vagy csak persze, információd? Olyan emlékeim vannak, ami érdekes, hogy később jöttek a fejembe bele, vagy hát később kezdtem rájuk emlékezni, hogy például én 4 évesen magát a balesetet pedig ott voltam, tehát én ezt láttam. Láttad? Láttam, igen. Wow. És ez nem maradt meg. Az maradt meg az utána való kétségbeesés és szomorúság, ami hirtelen ott lett környezetemben, a rengeteg autó, a rengeteg ember, hogy hirtelen olyan nagyon sokan lettek ott nálunk, ez volt az egyik. A másik pedig, hogy a temetésre, mikor vittek el az oviból engem, mert én délelőtt még elmentem az oviba, és jött a keresztapám, értem, soha az életben nem felejtem el az arcszeszének az illatát, amit akkor éreztem, és az úgy belém égett, mert annyira összekötöm ezzel a szörnyűséggel, ami akkor ott történt. Hogy inkább nagyként, amikor elkezdtem kérdezősködni, hogy hol van ő, tehát hogy hol van a tesóm, aki ugye ő 7 éves volt, én 4, tehát sülve főve együtt, hogy ő hol van, és nem tudták még nekem úgy megmagyarázni, nem volt titok soha, nem voltak ilyen, ez is a családomat jellemzi, hogy nem az volt, hogy jó, elutazott, és majd hazajön, és akkor majd megérted, hanem szépen ez el lett nekem mondva, csak nem tudtam még úgy felfogni. Angyalok között van? Nem is az angyalok között van, hanem azt hiszem, hogy amire én emlékszek, az volt, hogy nagyon nagy szeretettel az óvásféltésben csepegtették nekem az információkat, minél hamarabb tudjam meg alapon. Tehát nem az volt tényleg, hogy akkor majd megkérdezem 5 évesen, hogy akkor most ő soha nem jön haza az iskolai táborból, hanem ez így el lett mondva. Ugye szülők számára ez egy hatalmas nagy vesztes. Tehát ez feldolgozhatatlan. És gondolom a szülők fájdalmát, hiába mosolyogtak, de azt érzi az ember ezt a fájdalmat. Igen. És az ugyanúgy elmondja az embernek, hogy mi is történt, milyen vesztes. Uh-huh. Gondolom, édesanyád, úgy tudom, hogy édesanyád soha nem dolgozta fel ezt a veszteséget. Soha. Édesanya gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy ez megtörtént, és az ott felfogódott, és megvolt. Abban a gyászban ő egész életében betegségekkel küzdött, lelki eredetű és testi, azok később majd testivé fejlődő betegségek voltak. Úgyhogy gyakorlatilag az utána következő 30 év, ami még volt neki, az mind azzal telt. Tehát szanatóriumok, idegösszeomlás, depresszió, azon belül mindenféle olyan betegségek, olyan dolgok, amputálni kellett a lábát, az utolsó 5 évét úgy élte le, tehát hogy ez egy ilyen, ez így hozta magával a dolgot. Igen, nem is, sokszor kérdeztem őt, mert én sokat lelkiztünk az anyukámmal, hogy mami, meséld el, hogy ez neked hibáztatod magad érte, vagy valami, és azt mondta, hogy nem, egyszerűen még mindig nem fogja föl, hogy ez vele így megtörténhetett. Igen, ebből tudod, nem akar befogadni. Igen, nem akarja befogadni, és egy anyai szív, meg ugye, mint az mindig azt mondta, hogy amit a kiszakítottak belőle volna egy darabot. Hát kiszakítottak. És kiszakítottak, igen. És az édesapám lett ettől a pillanattól kezdve az igazi bástya. Tehát erős. Az erős férfi a családban, aki azt mondta, hogy ő is meg halálosan szenved a mai napig ettől. De ő férfiként, mivel hogy felelősséggel tartozott, értünk közte az anyukámért, és értem is a tesóimért. Tehát, hogy kellett egy erős pasi, ezért ő beleállt ebbe, és olyan szeretett, és mindezt olyan szeretettel csinálta, hogy nem, az
az ember tényleg nem. Tehát sokszor kérdezik tőlem ezt a rajongást az apukám felé, ha egy pillanatra becsukom a szemem, vagy egy picit rosszabb kedvemben vagyok, sem tudok rosszat mondani. Komolyan nem. Mert áldott humorú, fantasztikus, férfias férfi ember egy olyan példát mutatott nekem, hogy ő tanított meg engem mindenért hálásnak lenni. Hogy... De aki így rajong az édesapjáért, annak a párjának lenni az nehéz, mert az, ott az a férfi, az nagyon magasan van a léc, hogy azt megugrani az megugrották nem... már. Gábor. Sikerült a Gábornak. Ugye, 2002. április 5-éről beszélünk. Olyan információt hát vannak, figyelj. Igen. Április 5-én. Elmentél házi buliba. Elmentem egy házi buliba. Azt gondoltam, hogy ott maradok egy picit, mert másnap én már a színészi papírokra törve vizsgáztam, valami vizsgadalapban volt, és mondtam, hogy tényleg csak oda megyek egy kicsit. Úgy hívtak oda, hogy azt mondták, hogy Andi, oda kell jönnöd, mert akkor jó hangulat lesz, és majd röhögünk. És mondtam, hogy gyerekek 10:30-ig, de tényleg, tehát hogy nekem vissza kell érnem, kollégista vagyok, nekem le kell pihenni. Hát én 10:30-kor egy konyhába ülve, nagyon untam, iszonyatosan unalmas beszélgetések voltak, és tényleg 10:30-kor alig vártam a pillanatot, fölálltam, és azt mondta a házigazda, hogy ugyan menj már be a szobába, hát ott is vannak benn, köszönj már el. És én besétáltam a szobába, mondtam, hogy sziasztok, és akkor mondták, hogy adjam egy puszit, és így körbe mentem, és az egyik fotelban ült az én Gáborom, így fölpattant, és annyira természetesen azt mondta, hogy ne menj még, hogy én azt mondtam rá, hogy jó. És nem mentem. A szeme fogott meg? Igen. Ugye, szép az fekete a... szemek? Nem, kék. Kék szemű, kék néha mérgező. Nem, miért mondtam a feketét? Valamelyik dalból valami. Nem tudom. Kék szemű? Kék szemű, igen, ha mérges, akkor zöld, és ha fáradt, akkor szürke. Ezt már megfigyeltem. Mi fontos neked, férfi, a külsejében? A szemek, igen, a külsejében. Vagy egyáltalán mondjuk egy... Hogy mi az, amit először megnézek rajta például? Igen. Szeme, abszolút. Mert az egy, amit nem lehet, tehát abban minden benne van. Hogy apukám ezt is szokta nekem mondani, ha unok valamit, akkor az benne van a szemembe. Tehát ő sokszor, amikor nagyon nagy litániákban beszélt hozzám, akkor elég volt csak így belenézni a szemembe, hogy ezt már tökre unod, ugye? Tehát ezt unod. Hiába csináltam így közben. Tehát, hogy igen, figyelek. Tehát, hogy igen, a szemek, igen. És azóta se engedtettek el egymás kezét? Nem, egyszer volt azért a 7. évben, volt egy kis futy, egy ilyen kis mélyrepülés, de az inkább az sem egy ilyen nagyon nagy tragédia volt, nem volt ilyen nagyon nagy szakítás, vagy az volt, mert elköltöztem. De kis ingadozás. Ingadozás volt, és inkább az is egy ilyen, sírva fogtuk egymás kezét a szoba közepén a költözés előtti estén, és mondta, hogy mit, ezt a DVD-t elviszed, meg kell neked ez a szőnyeg, tehát hogy mi így, és utána is. Igen. De akkor megtanultam, hogy mit veszíthetek. Szóval igen. Ültem egy lakásba tőle külön, ő egyik kerületben, én a másikba, és egymást hívogattuk. És akkor rájöttünk, hogy milyen butaság ez. És így az utolsó csepp az volt, amikor így fölhívott, és azt mondta, hogy figyelj, ne szórakozzunk már, dobj egy bugyit a táskába, és gyere ide. És én bedobtam, és oda mentem, és természetes volt minden, hogy újra kezdjük. Valahol azt olvastam, hogy Balázs Andi a női Forrest Gump. Igen, ezt kiírta. De jó fej. Egy portré, tehát tudod, hogy kiírta? Nem tudom, Székely Sári? Igen. Tehát olyan fantasztikus ember vagy, olyan fantasztikus tehetség, talentum, és olyan mély belső tartalommal. De te, ahogy jellemzel magad, én nekem fel kellett írnom, mert ennyit igen. Nem lehet megegyezni, hát ez képtelenség. Felolvashatok belőle? Persze. Jó. Hirtelen haragú. Makacs, hisztis, igen. Maximalista, igen. Féltékeny, igen. Szentimentális, igen. Infantilis. Igen. Ennyi? Ezek vagyok. Ezek vagy te? Ezt is apukám szokta mondani, hogy hogyha fel tudsz sorolni magadból 5 jó tulajdonságot, ahhoz csatoljál azért 5 rosszat. Ez mind jó tulajdonság. Ezek jó tulajdonságok. Én azt hiszem, hogy jó. Úgy vagyok féltékeny például, mondjuk egy párkapcsolati féltékenységről beszélek, mert szakmailag soha nem vagyok, hanem én vagyok a világ legnagyobb drukkere, aki már akkor izgul egy kollégáért, akinek premierje van, amikor ő még nem. Tehát én már előre izgulok, hogy a függöny hogy megy föl, és a hangtechnikus remélem tudja, hogy tehát egy tiszta hülye vagyok, de teljesen bele tudom magam, tehát annyira imádom a kollégáimat is, ahogy szerepelnek. De a párkapcsolaton belül olyan butaságokon féltékenykedek, hogy az valami embertelen. Tehát, hogy egy ilyen tiszta hülyeségek. Hogy például ezzel hülyéskedünk Gáborral állandóan, hogy biztos van szeretője. És akkor ez a szeretőjének nevet kellett adni, mert hogy én állandóan őt emlegetem, hogy a fölemeli a telefon. Őt hívott, igen. Mi fel a gizit? Vele beszélsz, igen, értettem. Tehát, hogy így, és ezt egy olyan hülye női agyam van, mert azért
Szinte materializálódik az agyadban, nem? Szinte ilyen buzizol. Ezt én találtam ki, tehát annyira hülye vagyok. Hát ilyeneket, igen. De és infantilis vagyok, és nagyon érzékeny. Ó, én annyit tudok sírni, mintha dézsából öntenék. Mindenen. Tehát, igen? Hogyha megölel valaki valakit, például az utcán nagy szeretettel, azon én rendesen meghatódok. Tök vadidegen emberek. Erről van egy jó sztorim, gyorsan elmondom neked, mondjad. Hogy verset és énekelnem kellett volna a házasság kötött terembe. Hát amikor jön be az ifjú pár, akkor eléneklem, hogy összedőlhet fenn a magaség, és minden. Az első darab ilyen fellépésem után odajött az anyakönyvvezető, és azt mondta, hogy nem csinálhatom többet ezt a munkát, mert hogy két számomra vadidegen ember megérkezett, és úgy bőgtem, hogy nem tudtam elénekelni a dalt, mert megláttam azt a boldogságukat, ahogy ők ott jönnek, és mondta, hogy hát igen, ezen így kívül kéne maradni, Andi, tehát, hogy így, de ezt nem fogod tudni. Tehát ez lehetetlen, te nem vagy rá alkalmas. Ezt a dalt, amit most hallunk, az most raktad fel a... Igen. Igen. Ez nem olyan vidám dal, ebben tépelődés van. Egy kicsit tépelődés, szeretem az ilyen tépelődős dolgokat. Igen? Szeretem, mert ez is egy kicsit vidám azért, hogy azért akármennyire azt gondolja a csaj, hogy itt vége van, és majd én megmutatom, hogy milyen kökemény vagyok, a vége mégis az, hogy azért jöjjön vissza, és nincsen semmi baj. Ismerős a történet. Igen. És amikor te, mint színésznő, minden, amit van a csomagodban, a batyudban, az mind hasznosított? Tehát például te mondtad, hogy amikor édesanyád meghalt, akkor akart az Nők című darabot szerepelni, mert akkor kiadhatod belőled a fájdalmat. Igen. Minden. Hiszek abba például, hogy minden egyes szerep, amit én kapok, és a szerzők megírják, és a rendezők rám gondolnak, az valahogy kapcsolódik valamilyen ponton az én érzelmeimmel és az életemmel. Ezen küzdök 6 hétig, mire jön egy bemutató, hogy ezt a dolgot megtaláljam magamban, amitől az a nő esetleg, akit én játszom, az csatlakozzon a Balázs Andival közös pontra. És például a Nők című darab volt ilyen, hogy amikor az édesanyám meghalt, én például pénteken meghalt anyukám, és én vasárnap 2 dupla előadást játszottam, nem ebből, Molnár Ferenc Ördög című darabjából, és azon is végig sírtam, tehát hogy ott is lehetett. És felfedeztem annak a színpadi lehetőségét akkor, mert addig nem ért ekkora nagyon erős, nagyon durva fájdalom, hogy én ezzel segít, terápiásan tudom használni a színházat. Ez egy terápia. Be tudok menni, és nem egyedül sírok otthon, hanem a szerep pont azt kívánta meg, hogy én az a Nők című darab, amiről beszélünk, ez egy fantasztikus darab egyébként, egy óvóhelyen játszódik lenni, és az óvóhelynek az életét mutatja meg, nem a háborút. Igen. És ott van ez a nő, akit egy kalauznő, aki végig szenved ebbe, és ő a Jóistenhez fohászkodik, és ilyen, és állandóan sír, és retteg. És egyszer csak így éreztem azt, hogy csodálatos ezt a darabot játszani esténként. Igen. Mert odaadhatok valamit magamból a közönség, amit nem nekem kell utána cipelni. És nagyon sokan észrevették egyébként. Olyan érdekes hát ez, hogy ne? Hát hogy, olyan a hatással, hogy, hát olyan, igen, olyan millió jön létre. Igen. Hogy az... De az a típusú ember vagy, hogy van egy alkatod, ugye nem a mai ilyen 40 kilós vasárgyal együtt modellek típusa, és te nem azzal foglalkozol, hogy jaj, miért nem vagyok én ilyen, mert miért vagy, hanem pont hasznos, pont abból indulsz ki, az a te eszköztárad, és mondjuk egy országtortáját műsort vezetsz, vagy Fem 3 kaféban. Tudom, mert ott egy nagyon jó partnered nagyon, volt. De azért volt könnyű. Nem, de ott is te természetesen ez vagyok én. Mm-hmm. Ez egy nagy üzenet, hogy világnak, hogy genetikailag, evolúcióban nem mindenki 40 kilónak van gyártva. Igen. Tehát az nem robotok meg vagyunk. Meg hiszek benne, az is annyi visszajelzést kapok. Ugye vannak, akik nem jól reagálnak erre, de vannak a legtöbb ember viszont nagyon jól reagál erre. Tehát én napi szinten kapok, akár a Fem 3 kafés műsorvezetésem után leveleket, ilyen típusú alkató csajoktól, akik azt kérdezik tőlem, hogy csinálod. És én csak annyit szoktam, hogy semmit nem csinálok, én így vagyok. És van, aki visszajelez 2 hét múlva, és azt mondta, hogy most már én is így vagyok, és nekem ez így nagyon jó. Tehát én nem vagyok se fogyókúra ellenes, se az egészséges életmód ellenes, sőt, mindenkinek maga dolga, hogy ezt csinálja. És azt se, én sem eszem 2 marékkal a cukrot, tehát nem erről, csak ez vagyok. Igen. De amíg eléri az ember azt a célt, amit kitűz magának egy fogyókúrával, diétával, bármivel,
bármivel, addig se utálja magát. Mert hogy? Attól a pillanatok kezdve a környezete se fogja őt elfogadni, mert lesz belőle egy görcsös ember. Nem, meg fogja betegíteni meg saját fogja magát, betegíteni mert nem szereti saját magát. Igen, hát igen. Hogy kezd? Te gyerekkorban bohóc akartál lenni, és te valahol ez a vidámság az benned van. Hát alapvetően mondom, ez is családi dolog, hogy az apukámnak egy percenként, hogyha rossz kedvem volt, akkor csak átfutott előttem a szobába valamilyen jelmezt felkapva, tehát hogy ő képes volt erre. Tehát hogy azért, hogy ne legyen ez. Mindenből meg lehetett a pozitívumát kiszedte belőle. És nevettetett állandóan, mai napig röhögtett, szóval, hogy így mondtam már azt, és már tudom, hogy jön a hülyeség. Mondd meg édesapádnak a nevét, tehát ő... Őt tudják, hogy Balázs Pál. Balázs Pál? Igen. De jó, és édesanyád neve? Édesanyám Kozma Anna Magdolna. Balázs Pálné Kozma Anna Magdolna. Mert ezeket neveket, ki kell mondani ezeket igen, a neveket, igen. Nem az jó érzés? Nagyon, mondani. Nagyon. Édesapám Balázs Pál, és mindig azt mondja, de nem az, hogy van a Balázs Pali énekes. És ott apukám egy száz... Nem göndör hosszú volt. Nem göndör hosszú, olyan szakállas. Szóljon hangosan. Nem, az nem az. Nem. Várj, nem ismerem ezeket. Ne is menjünk bele. Ne is menjünk bele. Igen. És a neked... A jövőképed színészként mindenként az a típus vagy, aki tervezi, vagy azt mondja, hogy ahogy jön? Nem vagyok egy nagy tervező típus. Én nem szeretek így nagyon előre, bár behatárolnak bizonyos bemutatók, amiket már tudok, hogy lesznek majd, de úgy különösebben nem vagyok egy ilyen tervezős típus, meg mindig azt kérdezik tőlem, tudod, és ez a kedvencem, hogy mi a szerepálmom, és ettől én nem tudom, én nem is ismerek olyat, akinek van egyre megfelelő válasza, hogy azt mondja, hogy figyelj, én majd 2036-ban eljátszom a nem tudom Hamletet, én ilyet nem is ismerek. Nekem sem szerepálmaim vannak, emberálmaim vannak, akikkel akarok együtt létezni egy színpadon. Nem kell főszerep, csak legyek ott. Ez a mostani bemutatóm is ilyen, hogy a Györgyi Annával, Murányi Tündével vagyok egy jelenetben. Állok köztük, és én olyan boldog és büszke vagyok arra az öt mondatomra is akár, mert hogy ott lehetek velük. Ezek ilyen, igen, ilyen igazi nagy előre terveim ilyenek soha nem is voltak. Majd jönnek. Majd jönnek, úgyis most, jön, aminek jönnie kell. Így van. Én most egy fix dolgot tudunk, aminek jönnie kell, hogy ennyi időnk volt. Komolyan? Komolyan. Ó, ez olyan volt, mint 3 perc. Igen, hát pedig csak másfél percet adtuk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, jól jó volt téged magam megismerni. Köszönöm. Köszönöm szépen.